Május 20-áig kell nyilatkoznunk az adónk 1+1%-áról, amelyet alapítványok, civil szervezetek és az egyházak kaphatnak meg. A hivatalosan közzétett listát az adóhatóság minden évben frissíti. A Beteg Gyermekekért Alapítvány működésében is igen fontos szerepet játszik az adózók által felajánlott összeg. Az idén 30 éves szervezet igyekszik maximálisan megtenni mindent a megyében lévő beteg és koraszülött gyermekek ellátásáért. Az elmúlt esztendőkben minden évben megközelítőleg 4-5 millió forint körüli összeggel segítették munkájukat azok a magánszemélyek, akik rendelkeztek az adójuk 1%-áról. A tavalyi évben 10 millió forint összegben sikerült nekünk az alapítvány alapító okiratában meghatározott célra, tehát a gyermekosztály műszeres fejlesztésére eszközöket vásárolni. Ebből az egyik egy nagy hiánypótló, egy általános ultrahang készülék, a másik pedig egy ilyen gyermekek felszívódási zavarban szenvedő betegségére alkalmas úgynevezett hidrogén kivégzési eszköz, amit sikerült megvásárolnunk, és azóta is használunk a betegellátásban. Másik fontos tevékenysége az alapítványnak a megyében élő koraszülött és súlyos állapotú újszülötteknek mentése, illetve ha a megyéből el kell szállítani egy csecsemőt, akkor ebben is részt vesznek. E két fontos feladat ellátása éves szinten 40-50 millió forintba kerül az alapítványnak. Az eszközök fejlesztéséhez és a munka folytatásához idén is szükség van az 1%-os felajánlásokra. Több célunk is van, amit szeretnénk megvalósítani. Az egyik, hogy ezt a koraszülött mentést szeretnénk továbbra is ilyen magas színvonalon végezni, ahogy eddig csináltuk. A másik pedig plusz műszereket szeretnénk vásárolni. Ilyen lenne például egy folyamatos számítógépes vérnyomás elemző készülék, amit tervezünk majd ebben az évben megvenni, de ide sorolhatnám a koraszülött ellátásban olyan eszközöknek a beszerzését, amelyek vértelen módon nyújtanak információt a betegeknek az állapotáról, tehát a bőrön keresztül érzékeik, mondok egy példát, az oxigén ellátottságot, vagy a szervezetben lévő széndioxidnak a mennyiségét, ami nagyon fontos, különösen azoknál a babáknál, akik lélegeztetés terápiára szorulnak. Az alapítvány működéséhez az elmúlt 30 évben több olyan tevékenység és elismerés is köthető, amelyekhez megfelelő műszert vásárolt az alapítvány. A 90-es évek elején két olyan teljesen új, az országban elsőként használt lélegeztetőképet sikerült beszerezniük az akkor még koraszülött osztály részére, amiből kialakult a neonatális intenzív egység 1994-ben. Az elmúlt 30 évben összességében 400 millió forint értékben szereztek be műszereket, diagnosztikai berendezéseket a megyei kórház gyermekosztályának műszeres fejlesztésére. Ezt a munkát pedig szeretnék folytatni, ehhez pedig az önök 1%-os felajánlására is szükségük van.